Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtótájékoztató követőit, melynek témáját a szép kártya körülményeinek változása adja. Egy héttel ezelőtt az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága tárgyalta azt a Jobbikos határozati javaslatot, mely arra tett indítványt, hogy a szép kártyának a zsebeit töröljük el, illetve legyenek átjárhatók. Mindemellett még más javaslatunk is volt, ez pedig az, hogy ami ez év február és július 1-e között volt, hogy a szépkártyával hideg élelmiszert is lehessen vásárolni, és talán ez lett volna az egyik legfontosabb indítványunk, ezeket tegye lehetővé, hagyja jóvá a magyar kormány. Egyhangúan leszavazták az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában, majd egy nappal később nagy csinnadrattával bejelentette a magyar kormány, hogy a szépkártyának a zsebeit eltörli, tehát megteremti az átjárhatóságot a zsebek között. Örömmel üdvözöltük, és ez egy nagyon jó és nagyon helyes lépés. Nem értjük a hiúságot, hogy miért nem lehetett a Jobbik javaslatát elfogadni, viszont tőlük különbözve mi ezen nem problémázunk, örülünk, hogy végre ezt a lépést megtette a kormány. Ugyanakkor viszont, mint már említettem, a hideg élelmiszer vásárlása, főleg ebben a jelenlegi válságos időszakban nagyon fontos lenne, erre viszont azóta sem kaptunk választ. Nem csak most nem kaptunk választ, hanem ez év nyarán, júliusában volt egy írásbeli kérdése a Jobbik egyik országgyűlési képviselőjének, amire a kormány azt válaszolta, hogy hát a határidők azok mindig is nyilvánosak voltak, ez egy bár jó intézkedés volt, de ezzel továbbra nem kívánnak foglalkozni. Mindemellett nekik a családok boldogulása a legfontosabb. Nos, amennyiben tényleg a családok élete, a családok életének megsegítése és boldogulása a magyar kormány számára a legfontosabb, akkor támogassák azt a határozati javaslatunkat, amit most a mai napon fogunk benyújtani, annak érdekében, hogy a szépkártya zsebei ne csak átjárhatóak legyenek, vagy jelenállás szerint meg is szűnnek a szépkártyának a zsebei, hanem abból hideg élelmiszert is lehessen vásárolni. Ez egy válságoktól mentes időszakban is nagyon fontos lépés lenne, jelenleg, amikor Európában legnagyobb mértékben nő Magyarországon az élelmiszer és minden más terméknek az ára, én azt gondolom, hogy most ez nélkülözhetetlen. Kíváncsian várjuk a kormány reakcióját.